szépen köszönöm. Jó estét kívánok mindenkinek itt a Stefánia kioszban és otthon a készülékek előtt. Szponzoraim. Ételeinket Kelemen tésztából és a Hajdúbét RT termékeiből készítjük Floriol olajjal. A Tisza bútorgyár konyhabútorait használjuk, asztalunkat az Alföld porcelán evénygyár porcelánjaival terítjük meg. Támogatóink még a Palóc Táj Kft. És a Császár Pékség. Ismét együtt vagyunk itt a Stefánia úton, és a mai témánk csak érintőlegesen kapcsolódik majd az ételekhez, inkább italokról lesz szó, hiszen mindenféle dolgokat gyűjtenek az emberek. Emlékszem, gyerekkoromban matchboxot gyűjtöttünk, volt, akinek szalvéta gyűjteménye volt, volt, akin ólomkatonákat, nem is tudom, gyufásdobozokat, sörösdobozt, de van, aki azért felnőtt korában is megőrzi ezt a gyűjtő szenvedélyt, és mindenféle italokat gyűjt. A mai vendégünk is egy ilyen hatalmas ital és bor gyűjteménynek a tulajdonosa. Ismét köszöntöm a stúdióban múlt heti vendégünket, Knézi Jenő. Köszönöm szépen. Tulajdonképpen már otthonosan mozogsz itt nálunk, hiszen második hete ülsz. Már elárultam, hogy te nagy borgyűjtő vagy, és hoztál is ide mutatóba egy néhány palackot, de először arról egy néhány szót, hogy mikor kezdődött nálad ez a hobbi, ez a szenvedély? A 70-es évek elején szerettem volna egy ünnepi alkalomra, amikor összejött a család, valami rendkívüli bort venni. Hát akkor még nem nagyon ismertem a borokat, és úgy gondoltam, hogy a rendkívüli bor az a tokait jelenti, és akkor vettem egy üveg tokai aszút. Azóta is aztán hagyomány, hogy minden karácsonykor tokai borral indul a karácsonyi vacsora. Aztán rájöttem, hogy ez olyan értékes bor és olyan finom, hogy nem szabad meginni. És akkor elkezdtem úgy vásárolni az üvegeket, hogy a szekrény aljába befektettem őket, és aztán egyre több lett, és akkor azt mondtam, hogy akkor elkezdem gyűjteni. Tehát tokai bor gyűjtéssel indult. És említetted ezt, úgyhogy ez egy gasztronómiai műsor, milyen nálatok a vasárnapi szentesti menü? Kezdődik tokai borral, és aztán hogyan folytatódik? Hát nálunk karácsonykor mindig hal van, az halászlét jelent egészen pontosan, de miután az előző műsorban említettem, hogy a lányom nem szereti a halat, így aztán mindig kell valami mást is csinálni mellé, de tulajdonképpen ennyi, nincs nagyon nagy vendégség, mert úgy gondoljuk, hogy a karácsonynak a bensőségessége a fontos, az ünnep jellege az, hogy a család együtt legyen, tehát annyira adjuk csak meg a módját, amennyire kell. És tehát tartjátok azt a szokást, mint mondjuk a franciák, hogy ahány különböző fogásokhoz különböző borokat szolgáltok fel, vagy azért ennyire ingyentségé nem fajult ez a... A bor nálam ingyentség, csak én nem vagyok egy szabványos borivó abban az értelemben, hogy fölrúgok mindenféle előírást, ami a borokkal kapcsolatos. Tehát hiába tudom, hogy mondjuk valamihez fehér bor illik, ha nekem éppen olyan hangulatom van, akkor vörös bort iszom. Vagy ha például csak borozgatok, akkor iszom fél édes bort, esetleg egy-egy pohár édes bort. Étkezéshez mindig csak száraz bort iszom. Vagy hosszú időn keresztül csak vörös bort ittam, ez a kollekció is azért megmutatja, hogy jobban kedvelem talán a vörös borokat vagy a rózét. De voltak barátaim, akik ajánlottak nagyon-nagyon finom fehérborokat, és akkor bővült a választék például ezzel a tokai fehérborral. Azt hiszem, itt elég sok érdekes bor van. Ezek a legértékesebb darabok, vagy csak ezek a kedvenc ízek? Hogy válogattál ide? Ebben van értékes is, és van olyan, amiben a kedvenc ízeim is benne vannak. Hát menjünk sorba. A tokaival, ne, azzal fejezzük be, mert jó, az a borok királya. Hát borkóstolás úgy folyik, ugye? Klasszikus borkóstolás, hogy mindig a könnyebb és száraz a boroktól haladnak a nehezebb és édesebb borok felé. Akkor, mint könnyű bor, és egyébként is mindenhez, tehát fehér húsokhoz is, és más húsokhoz is, a rózét nagyon tudom ajánlani. Ez ugye, mert 90... még bocsáss meg, hogy szabad alá, ugye, mert ez egy régi szabály, hogy a fehér húshoz fehér bor, vörös húshoz vörös bor, ugye a fehér hús a csirke, hal, sertés, igen, és a vörös bor pedig marha a marha hús. És a vadakhoz. Így van. Tehát ez mondjuk akkor egy fehér húsokhoz, ez egy 93-as francia rózé, nagyon-nagyon kellemes, még azt is megkockáztatom, hogy talán kicsit jellegtelen bor, tehát semmi markáns érzés nem marad az emberben utána, egész egyszerűen jól esik valamihez egy pohárkával meginni, sőt, ami ugye már a jobb boroknál nem illik, én még a rózénál azt is elviselem,
hogy egy kis szódát teszek néha bele, tehát fröccsöt iszom. Még egy ilyen fontos kérdés. A rozét te milyen hőfokon fogyasztod? Mert általában a fehérborokat, bizonyára tudják, a fehérborokat inkább hűvösen fogyasztják, 8-10-12 fokon, és az igazi testes vörösboroknak a fogyasztása szobahőmérsékleten történik 16-18-20 fokon, sőt a vörösborokat még meg is szokták nyitni előtte 1-2 órával, hadd levegőzöm, hogy az aromái összeálljon. Tehát a rozéval mi a helyzet ebben? Na most én minden borral úgy vagyok, hogy csak hűtve. Ebben sem vagyok hagyományos borívó, kivéve a Tokait, tehát én nem tudok semmilyen italt langyosan vagy melegen inni, úgyhogy nálam a vörösbor is bekerül a hűtőbe. Beszéljünk tovább ezekről a borokról, amiket látom. Akkor hadd ajánljak egy nagyon kellemes hazai bort. Én általában szeretem a homoki borokat, tehát nem a hegyvidéki borokat, mert azok néha túlságosan testesek, nehezek, könnyebben az ember fejébe szállnak. Tehát ha úgynevezett beszélgetős bort iszom, akkor egy kicsit könnyebbnek kell lenni, amiből esetleg még egy második palackot is kiszabad nyitni, hogyha éppen az ember kedve úgy hozza. Ha tizen vannak a társaságban. Igen. Tehát egész egyszerűen akkor az jobban csúszik, kellemesebb, és nem csapja az embert annyira fejbe. Na most említettem, hogy ha nem étkezéshez iszom bort, akkor megengedek egy fél édes bort is. Ez egy tipikusan ilyen rajnavidéki bor, aminek az üvege egészen különleges számba megy, különlegesség számba megy. Ez úgynevezett spétléze, tehát kint hagyják a tőkén nagyon sokáig a szőlő szemeket, majdnem aszusodni hagyják. Az, amit úgy neveznek Magyarországon, hogy a több pesztet szőlőből készül bor. Úgy van. Tehát ez, ha csak nem étkezéshez, hanem csak úgy tévénézésnél vagy valaminél, az ember kíván egy pohár bort, akkor ezt nyugodt szívvel merem ajánlani. Ami aztán két rendkívül különleges dolog, ez egy kaliforniai vörösbor. Hadd nézem meg én is közelről. Maga az üveg is különlegesség egyébként, talán az egyszerű forma nem árulja el, de itt a palac nyakánál ez a kiképzés mutatja, hogy nem hagyományos. És ez miért van így kiképezve? Lehessen így lóbálni az embernek a... Például, úgy van. Ezt most eltaláltad, fején találtad a szöget. Tényleg? Lehet kézbe vinni. Így van. Na most a kaliforniai borok ugye rendkívül kedvező időjárás, nagyon sok a napsütéses órák száma, tehát egészen különleges ízeket hoz ki a szőlőből. Ez egyébként egy drága bor, nem is tudom, mire áruljuk-e. Áruljuk-e, mert végül is nem isszuk mi se ezt minden hát nap, ez jó, azzal tudom elárulni, hogy amikor mondtam, hogy vettem ilyet, akkor a feleségem majdnem világázzal vart, mert ez több mint 5000 forint ez az egy palack, úgyhogy... De ez a fajtája, vagy az évjárata, vagy olyan kevés? Ez a fajtája. Akkor megnézem most másodszor is közelebbről, hogyha legközelebb ilyet látok, messzire szaladjak a boltból. Na most nem ezt iszom minden este, szóval a félreértés ez egy Cabernet Sauvignon, szintén igen. Egy kaliforniai. Igen. Úgyhogy ez egy különlegesség. Amire nagyon-nagyon büszke vagyok, az ez a fehér bor. És mindjárt egy picit kapcsolódom is tovább az aszúhoz. Amikor én ezt a Tokait elkezdtem gyűjteni, akkor csak a Tokai volt, az állami pincészetekbe készített Tokai, még a címkéje is elárulja. Azóta most már kiderül, hogy nem csak Tokai van ebben az értelemben, hanem van tája, mád, tarccal, vannak különböző olyan völgyek, ahol több a napsütéses órák száma, ezért más lesz a szőlő és más lesz a bornak az íze. És ilyen értelemben számít ez a bor különlegességnek. Tokai Orémus, ez disznókő nevű völgyhöz, illetve hegyrészhez kötődik. Most ez egyébként nem egy rendkívül drága bor, ami a jellegzetessége egy nagyon kellemes száraz fehérbor, hogy benne van a Tokainak az a picit kesernyi és mellékíze, ami egy egészen különleges élményt ad, hogyha az ember issza. Úgyhogy ez mert tulajdonképpen... Mert a Tokai fajták ugye van... Ha úgy mondanám, akkor ez egy Tokai furmintnak egy speciális kiadása. Hogy igazából az aszú a legnehezebb Tokai bor, aztán a szamorodniból is van édes száraz, aztán a furmint... Ez tulajdonképpen egy furmintnak egy különleges változata. És hát akkor innen jutunk most már el ehhez a, ha jól emlékszem, mert nincs rajta évszám, ezt 72-be vettem. Onnan lehet látni, most egy kicsit, ahogy hoztam, ugye fölrázódott, hogy van itt a hátulján egy koszcsík, ahogy feküdt a palack, ami még volt benne nem teljesen tiszta dolog, az leüllepedett az aljára, és azt képezte ezt a csíkot belül az üvegen, úgyhogy ez most egy kicsit fölrázódott. Talán onnan látszik, hogy ez nagyon-nagyon öreg, hát egyrészt a régi címerről persze, úgyhogy ez is bizonyítja, a másik pedig a színe. Szóval ez már nem normál tokai szín, hanem egy sokkal mélyebb. Hát ahogy a bor érik, egyre inkább sötétebb árnyat vesz. Köszönöm szépen a borokról szóló információdat és történetet. Én majd olyan ételt fogok készíteni a segítségeddel, ha hajlandó vagy segíteni, ami szintén egy kicsit boros, egy ilyen részeges boros csirkemell ételt.